Sej, haj, máska, csinkat, virágos kék szemébe. Más leli, másnak ül az ölébe. Sej, haj, máska, csinkat, virágos kék szemébe. Nem, ha szólok is valami, ő nem is annyira veszi magának, és akkor én bármit mondok, az úgy van jó. Összeszidom, össze van szidva, hogy szót se nem szól, nem haragszik. Gólya madárhoz visszaj a kedvemet, sejhaj kedved után a régi szeretémet. A rétes készítést az édesanyámtól tanultuk, mert meg se kellett neki segíteni, mert kicsi volt az asztal, és ő meg jó nagyokat szeretett volna, hogy minél előbb végezzen is, meg sok gyereknek nagy tepsivel kellett csinálni. Még akkor nem tettek bele, azt hiszem, zsír se, mert mindenből szegénység volt. Mondjuk, ha három levelet három tepsivel készítünk, akkor hangosabban beszélj. Kell bele egy tojás, két evőkanál olvasztott zsír, kis sósizet elolvasztunk vízbe, és úgy öntjük a tészta máliszthez, és akkor jó, könnyed, nokedli tészta, keménységű tészta dolgozunk ki belőle. A kommunizmusban elég nehéz élete volt mindenkinek. Turán a környékben azért mindenki ilyen szegény család volt. De az volt a probléma, hogy még földdel nem rendelkeztünk, ugye nem jutott, vagy nem tudtunk venni, és föld nélkül voltunk. És a paraszt, még a szegény ember, falusi ember abból tudott megélni, amit termelt. Gyere, rózsám, szedd le róla harmatot. Már küszöbön ülve sorba az én anyám nagyon... Gyerekkortú. Nagyon énekes. Édesanyám tanított. Az ültünk a küszöbön sorba, ő meg állt előttünk, szinte vezényelt a Turanyin ótakot. Ő is summas volt, és ott a summaságban mindig énekeltek. És onnan tanultuk. Nagyon szép hangja volt az édesanyánknak. Igen. Nagyon szép. Annak olyan hangja volt, mintha az angyal szólt volna az égből. Annak olyan gyönyörű, szép hangja volt. Nyár este volt, pacsírta szólt a fán, itt kóborol, csavargott egy cigán. Az lehetett olyan 53-ban. Két disznót vágtunk. És ugye akkor nem lehetett, engedélyt kellett a tanástól kérni, és egyet bejelentetti a szegény anyánk, a másikot még feketén vágtuk le. Akkor a negyedik szomszéd megtudta, és feljelentett bennünket. De volt anyu a bíróságon is. Volt tárgyalás is. De talán azért kapott fölmentést, hogy ugye sokan voltunk kicsi gyerekek. Majd én zsírozom Ilonont, mert nem tudom akkor arányosan. Majd én meg zsírozom, ez a forró fele. Mit ért át a mi édesanyánk, amikor ugye elvitték teknőstül, döbönyöstül a zsírt? Minden. Ott álltunk a tél előtt. Na most az én anyám szerzett olyan nagy bajt, hogy két év múlva meghalt. Rakbetegségben. Azt tudom, hogy nagyon szomorú volt. És mikor meghalt az anyánk, akkor én nekem a munkát ott kellett hagyni, mert a családot én gondoztam. Itt van egy gombóc most is. Itt van egy gombóc. Amit nagyon le kell nyelni. Hogy akácos út, ha végig megyek rajtad én, eszembe jut egy régi szép emlék. Nyár este volt, pacsírta szólt a fán,
itt kóborolt, csavargott egy cigány. A rétest a lakodalmakba csináltuk nagyobb tételbe, de így házilagosan a turai búcsú volt a lényeges, meg a szilveszter, akkor volt a rétes készítés ideje. Volt mikor 300 személynek, vagy 200-nak, de volt mikor 500-nak. Ugye az 500 személynek már 100 levél rétes kellett, 100 ilyen tepsi rétes kellett. De jó, hogy megtalállak én. A legszebb lány, tudod-e, hol lakik? A mára lent, túl az akássoron. Ma este lőn egy ház elé. No, még ha hiba van benne, ugye akkor mondom, hogy látod, ez a te műved. És csak behúzza. Nem szól semmit. Soha nem vezekedtünk. Soha. De ha ő segít, akkor nekem egy kicsit úgy útba van. De nem szegem a kerüvit, mert akkor itt hagy engem. Amúgy még nagy szükség van. Reszeli a káposztát, mosogat, ilyesmit. Gyere, rózsám, szedd le róla harmatot. A szívemről a nehéz búbánál.